A Lucának híres napja, a napot rövidre szabja. Téli mennydörgés, meg lesz jó termés. Zöld karácsony rossz, fehér húsvétot hoz. János nap, ha borús, a termés igen dús. E kis decemberi népi mondókával köszöntöm szeretettel kedves nézőinket 807. adásunkban. Advent második vasárnapjának előestéjén is már karácsonyra mutatott, a hertelendi falván megtartott délbánáti karácsonyi szokások és betlehemes játékok 23. találkozója. A minden évben más településen megszervezett találkozó mindenkinek örömet jelent, hiszen ez is megerősítést hoz karácsonyra készülve. A bemutatott műsorszámokból készítjük majd karácsonyi adásunkat, ma pedig az itt készült nyilatkozatokból adunk áttekintést. Előtte azonban jöjjön a Mikulás, akit a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben vártak a gyerekek. Tartsanak velünk 807. adásunkban! A Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben a legkisebbek számára idén is megszervezték a Mikulásváró ünnepséget. A Mikulás varázsműhelyében kézműves foglalkozással és csomagosztással kedveskedtek a gyerekeknek, akik még hisznek a csodákban. Az Egyesület nagyterme benépesült kisgyerekekkel és az őket kísérő szülőkkel, nagyszülőkkel, akik idén a Mikulás varázsműhelyébe látogattak. Az ünnephez kötődő kézműves foglalkozással kezdődött a találkozás. Pántlika énekcsoport rövid előadása után megjelent a Mikulás, aki minden kisgyerekkel külön társalgott, meghallgatta szavalataikat, énekeiket, majd végül édességcsomaggal ajándékozta meg őket. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, minden gyerek vár. És még egyszer? Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, minden gyerek vár. Jaj, de szép! A szülők szívesen tettek eleget a felhívásnak, időt, fáradtságot nem sajnálva, más településről is elhozták kisgyermekeiket. A gyerekek tudnak társalogni, egy kicsit elszegyülnek az ünnepekre, és nagyon tetszett, most első alkalommal voltunk itt. A fiam 2,5 éves, és nagyon csintalan elment már, úgyhogy jövőre is jövünk. Nem csak az ünnepekre, hanem máskor is ilyen tea délután, vagy valamilyen foglalkozás a gyerekekkel, az jó lenne. Már beszéli a magyar nyelvet is, meg a szerb nyelvet is, úgyhogy gondolom, hogy sikerül. Szeretném mindenképpen, hát most remélem, hogy elindul az óvoda is, mivel Sándor egyházán lakunk, és majd elindul az óvodába, és ott is remélem két nyelven lesz az oktatás, úgyhogy gondolom, hogy jó lesz. Fodor Gábor gyakorlott a Mikulás szerepében, hiszen már sok éve vállalja ezt a feladatot. Sok kisgyerek először találkozott élőben a Mikulással, olyanok is voltak, akik nem szívesen ültek az ölébe. Én is volt egy-kettő, ahogy féltek, de ahogy emlékszem, nem nagyon, ahogy emlékszem, én is féltem, amikor ilyen kicsi voltam, de az gyorsan elmúlik. Szép verseket tanultak, és ez nagyon meglepett, ezek a kislányok milyen szépen énekelnek.
Sőt, volt egy olyan gyerek is, aki nagyon hosszú verset tanult. Úgyhogy tényleg örülök neki, hogy ezen is gyakorolják a szép magyar nyelvet. Tavaly még kicsik voltak nagy, azt nem lehetett egy-két hét alatt megtanulni. Nagyon keményen kellett nem csak a szobodában, hanem otthon is dolgozni velük. A Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben már sok éve ezt a rendezvényt a legkisebbeknek szervezik. Eddig ez az egyedüli alkalom, amikor a városból és a környező településekről, ha főként magyar családokból származó gyermekeket csalogatják ide hirdetés útján. Igazából nem számoltuk, hogy hány éve szervezzük, de körülbelül egy 15 éve, úgyhogy most már ilyen hagyományosra vált. Úgy neveztük el, hogy Mikulás varázsműhelye, és a gyerekek még el van képzelve, hogy ők a kis manók, akik készítenek karácsonyfa díszeket, képeslapokat, vözlőlapokat, vagy már amit már ők elképzeltek. A gyerek kisebb korosztálynak nincsen igazából foglalkozás, ez az egyedüli az évben, amikor összegyűjtsük a kisebb gyerekeket. Tervben van valamilyen játszóház ott szervezni, de az még tervben van csak. Az ajándékcsomagokat a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület a szülők anyagi támogatásával biztosította. A Hertelendi falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület volt a szervezője a délbánáti karácsonyi szokások és betlehemes játékok 23. találkozójának. A délbánáti karácsonyi találkozó több mint két évtizeddel ezelőtt Monsignor Fischer János akkori székelykevei plébános kezdeményezésére indult el, és azóta már komoly hagyománnyá, mondhatjuk, mozgalommá vált. Az idei összejövetel kezdetén Halász Béla, a szerbiai református keresztény egyház püspöke karácsonyi köszöntőjét követően felidézte a közelmúltban tragikusan elhunyt plébános emlékét. Fischer János plébánosról külön sokat nem is kell, hogy beszéljek, hiszen én gondolom, mindjárt, akik itt vagyunk, ismertük. Azt is tudjuk, hogy az idén tragikus körülmények között elhunyt. Most megkérném a közösséget, hogy egy perc néma felállással adózunk a tiszteletére. Emléke legyen áldott, és emlékezzünk rá, de ugyanakkor a mi emlékeinkben legyen benne az, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. A találkozón bemutatott műsorszámokból karácsonyi adásunkban láthatnak összefoglalót. Mai műsorunkban az itt készült nyilatkozatokból adunk áttekintést. Lőcsei Vilmos, a szervező egyesület elnöke, sikeresnek nevezte az idei rendezvényt. Tehát mi megbeszéltük még a tavaly udvarszálláson, hogy elfogadjuk ezt a rendezvényt, és már amikor onnan hazajöttünk, és az első gyűlésen beszélgettünk róla, akkor eldöntöttük, hogy mi ezt meg fogjuk szervezni úgy, ahogy amennyire tudjuk. Én gondolom, hogy sikerült összeszedni a délbánátból a csapatokat, úgyhogy 14 csoport volt. Én pontosan most hány létszámban nem tudom, de körülbelül egy olyan 250-60 ember fordult meg itt a fellépők közül, és még, hogy úgy mondjam, hála Istennek sikerült, hogy Magyarországról is vendégek érkeztek. A fiatalok az vezetőségből, ők említették fel, hogyha már annyi ember megfordul itt az egyesületben, hogy megpróbálnák, hogy csináljanak egy ilyen kirakodó vásárt. És mondtuk, hogy mi ezt, tehát rájuk bízzuk, és ahogy ők gondolják, akkor mi támogassuk az egész rendezvényt. És úgy gondolom, hogy sikeres volt, pörköltet főztek, azt is eladták, láttam, hogy már
martották ki az üstöket, úgyhogy azt is mind eladták. Akkor itt volt langos süttek, kürtös kalácsot, hát ilyen karácsonyi díszeket árultak, úgyhogy azt tehát mind ők maguk szervezték meg, és remélem, hogy sikeres volt. Bonyhádról a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének hagyományőrző csoportja jött el. Illés Tibor, a szövetség elnöke nyilatkozott. Hát nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk. Végül is nemrég volt nekünk egy szólóének versenyünk, és ott említette Pap Marika, hogy lesz egy ilyen program. És hát tavaly ugye Szlovákiában voltunk, az idei évben meg nagy öröm számunkra, hogy eljöttünk ide. Meg tudtuk mutatni az Andrásfalvi székely betlehemest, hiszen a csobányolást, ugye a bukovinai székelyeknél így mondják, ami pásztorjátékot jelent. Hát öröm számunkra, mert úgy gondolom, hogy egy másfajta ízt adunk, hiszen ugye a hertelendi falviak ugye már korábban eljöttek, még a bukovinai székelyek még maradtak, úgymond Bukovinába. Így biztos vagyok benne, hogy ez miatt is, meg ezáltal is, meg úgy tudom, hogy nagyrészt reformátusok is vannak. Tehát ez a fajta emlékek, illetve ez a dolog, amit megőriztek, biztos, hogy másfajta. Úgyhogy így ennek gondolatában is örültünk neki. Egy, a másik azt, hogy hoztuk az üzenetünket, ugye a bukovinai székelyek, hiszen ez egy vérből vagyunk, mint ahogy mondjuk, és hogy erősítsük egymást, ugye kölcsönösen, egy az, hogy mi is erősödünk lelkileg ebbe, és úgy gondolom talán egy picit tudtunk hatni az itteniekre is. Mennyire él ez a szokásod? Hála jó Istennek, hogy most minél jobban, minél több csoport újra elővette. Ugye ez valamikor úgy indult, ugye, hogy ezt a székelyek, még az eszközöket is, tehát tulajdonképpen ruhákat is ők készítették, és szinte falvanként voltak különbségek, tehát ugye a hadikíjas más volt, az andrásfalvias más volt, meg az Isten segítséges más volt, mindenki a sajátjához ragaszkodott. Hát amit mi előadtunk, ahogy említettem, tehát az andrásfalvi, és hát igyekezzük ezt a fajta hiszen van benne egy ilyen rituális mozgás is, tulajdonképpen ahogy a maga egyszerűségében örülnek a pásztorok, és tényleg köszöntik a Szűz Máriát, a Jézuskának, ahogy örülnek. Tehát ez nagyon egyszerű, és ilyen kicsit sokszor úgy tűnik, hogy túlságosan is egyszerű, de hiszen ott egyszerűek voltak a pásztorok, és ezt az örökséget, ezeket az emlékeket így próbálták magukba tartani, illetve átadni a közelgő embereknek. Nagy öröm rá számunkra, hogy egy picit erősítettük ezzel is őket, hogy amit tesznek és ahogy teszik, az jó út, mert hiszen ők is hozták is magukkal ezt a dolgot. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy bennük is egy jó érzést keltett ez a fajta megtalálás, főleg abban a megtalálás, amit előadtunk. Reméljük, hogy az együttműködés az folytatódik, és hogy máskor is lesz alkalom a találkozásra. Igen, hiszen 2020-ban tervezzük, hogy lenne, ugye nekünk minden évben van néprajzi táborunk, és 2020-ban a Székely Kevin szeretnénk megrendezni. Pontosan azért is, ugye, mert ígéretet tettem, egy a másik az, hogy szeretnénk a táncainkat, ugye a bukovinai táncokat egy picit elmélyíteni itt is, énekeket is, hiszen előadókat is hívunk. Valamint az itteni talált akár kézművességet is szeretnénk mi megtanulni, az itteni kultúrából egy picit, amennyit lehet, ugye mi is, akár a szövés, akár a varrás, kosárfonást említettek. Tehát mindenből egy picit, amennyi ugye egy hét alatt meg lehet tanulni, de itt főleg inkább a fiatalokra gondolva, tehát maga a nyelvezetet is, hiszen a székely nyelvezet is, ugye az énekek által, a mesék által, ugye minden évben mesemondó versenyünk is van, ami úgy gondolom, hogy itt sokkal jobban él. Tehát sokkal jobban él az a székely nyelvezet, mint amit mi már lassan ugye úgymond elfeledőben van. Úgyhogy ebből a szempontból meg mi fogunk majd sokat tanulni, és úgy gondolom, hogy hasznos lesz számunkra is ez a találkozó. Illetve bízom benne, hogy szépen összejönnek a fiatalok, és erősítik egymást lelkileg is. Tehát a szórványnak van előnye is, mert ott megmarad a nyelv, mert nem a tömségi magyarság nyelvét veszik át, ugye, mert mindenki magyarul beszél, hanem itt a környező népek más nyelven beszélnek, és akkor azért tudott itt megmaradni. Tehát akkor a szórványnak előnye is van.
Így van, hiszen a Bukovinában is előnyük volt, hiszen ugyan zárt helyen voltak, ugye a Bukovina zárt hely volt, de azokat az értékeket megőrizték, hiszen ragaszkodtak hozzá, szinte, ahogy mondtam, falvanként. Hát hasonlóan ugye itt is ragaszkodtak, hiszen egymásra voltak utalva. Azokat a szokásokat, azokat a történeteket, azokat a mondákat, azokat a meséket mind megőrizték, hiszen ez volt az övéké, ez az, ami tovább kellett, és tovább is adták az énekeket, hiszen Kodály Zoltán nem véletlenül ugye kétszer is járt Bukovinában. Tehát ezek az értékeink és ezek a kincseink, amit nagyon vigyáztak, és nagy köszönet az őseink számára, hogy tényleg átadhatták, át tudták adni, megőrizték, és nekünk meg hatalmas felelősség, hogy ezt úgy sáfárkodni, hogy mi is át tudjuk adni, hiszen ez a lényeg az egésznek, hogy éljen. Ne csak levegyük és a polcon porolgassuk, hanem amennyire lehet a minden napba egy picit bele tudjuk vonni, de ez az ételeinkre is vonatkozik, hiszen nekünk is van ugye borverseny például, ahol beleötvöztem ugye most már az ételek, tehát a gasztronómiai részt is, hogy azokat az ételeinket is megőrizzük, hiszen bőjthöz kapcsolódó ételek voltak. Vagy akár ugye a puliszkával, vagy a növényekhez kapcsolódó, tehát egyszerűen étkeztek, de viszont úgy gondolom sokkal tartalmasabb volt az az étel, mint amit ma úgymond a modern világban megélünk. Hát akkor a nyáron újabb találkozást sikeresnek kívánom. Én nagyon örülök, és nagyon köszönöm hogy az érdeklődést, és bízom benne, hogy a nyári programunk is örömmel szolgál az itténieknek, és ahogy mondtam, nekünk meg különösen. Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke példamutatónak nevezte a rendezvényt, amely összefogásban az egész vajdasági magyarság számára megerősítést jelent. Az ember, hála Istennek, egyre többet fordul itt meg a Dél-Bánátba. Köszönhetően annak, hogy ez a közösség, ez a régió és ez a magyarság, ez tényleg egy reményteli közösség, hiszen magában egyre jobban az önszerveződés is, és az egymás közötti kapcsolat is egyre erősebb, hála Istennek, hiszen ha nem egymásra, akkor kire tudnánk támaszkodni. Az ember szívesen jön ide, olyan ünnepi pillanatokkal ajándékozta meg ebben az évben is a vajdasági magyarságot, a délbánsági magyarság, mint hogy Hertelendi falván tájházat avattak, mint hogy Űrményházán hadi sír kapcsán emlékművet avattak, mint hogy itt Hertelendi falván aztán később ugye a művelődés a délbánáti egyesületek szemléje zajlott ma a karácsonyi szokások találkozója. Reménykedve várjuk azt, hogy Sándor egyházán mikor avatják fel az új magyar házat, közösségi házat. Székelykevén ugye 70 éves volt a Petőfi Sándor művelődési egyesület, és még sorolhatnánk, jelen vannak ebben a közösségben három központtal a Petőfi Sándor program ösztöndíjasai. Ugye itt a Vajdaságban 9, a mai nappal már 9 ösztöndíjas teljesít szolgálatot, és 3 itt a Délbánságban tevékenykedik. És hát ha megnézzük a mai napot, az, hogy drámajátékokkal, az, hogy énekes produkciókkal, az, hogy különböző saját hagyományvilágot megjelenítő színpadra alkalmazott produkciókkal jelentek meg az egyesületeknek a szakcsoportjai, akkor láthatjuk azt, hogy állandó a fiatalságot, az idős korosztályt, vagy vegyesen, de miként lehet itt építkezni a hagyományvilágból, és miként szükséges erre mindig példaként, erre mindig tiszteleteljesen tekinteni, mert ebből tudjuk tényleg a jövőt építeni. Felmerült az ötlet, hogy a karácsonyi találkozó kapcsán akár betlehemes tábort is lehetne szervezni. Úgy gondolja tényleg, hogy akár egy-egy településnek vagy kis régiónak a hagyományvilágát úgy tudnák még erősebben, még fokozottabban eltanulni, hogyha ez egy tábor keretében, akár 5-6 nap keretében, ahogy van már újból a Délbánságnak nyári tábor, úgy lehetne akár egy téli bentlakásos tábora is, és ezt újra feleleveníteni, újra kikutatni a színpadra alkalmazás fortéjait, és egy picit eltanulni, vagy ezt a tudást megerősíteni, ezeket a fortéjukat kicsit még jobban elsajátítani. Én azt gondolom, hogy ennek van létjogosultság,
létjogosultsága, és hát azért is van létjogosultsága, hiszen itt a délbánátban a délbánáti magyar közösség az, aki egyedül itt a Vajdaságban, legalábbis az én legjobb tudomásom szerint, egyedül itt a Vajdaságban ilyen jellegű találkozót szervez, elkép próbálja felmutatni az mellett, hogy a településen a betlehemezéssel járja a családokat, járja a magyar közösséget, járja a magyar házakat, de ilyen jellegű összejövetel azt hiszem, hogy csak itt van, és hát ez felemel mindannyiunkat, fel kell, hogy emeljen mindannyiunkat. Kerekes Márta a kirakodó vásár egyik szervezője volt. Hát igazából az ötlet az Biszok Karolinától indult, ő felajánlotta, hogy a mi társaságunkban, ugye, hogy mit gondolnánk erről, hogy csináljunk egy ilyen nagyobb kirakodó vásárt. Egy közös megegyezés után mindenki elmondta a saját ötletét, és mindenki saját ismerésének szólt, felkértek, hogy nem szeretne kiállítani, esetleg árusítani. Lőcsei Viktor itt van egy kis pónilóval, hogy a gyerekeknek is legyen kicsi öröm, és így indult meg az egész. Mi minden kapható itt? Karácsonyi díszek, ugye, ami karácsonyra jellemző, akkor lehet kalácsot vásárolni, teát, kürtös kalácsot, forralt bort, bort lehet üvegbe is vásárolni, akkor ékszerek vannak, és szerintem ennyi. Műsorunk végén megköszönjük figyelmüket. Értesítjük nézőinket, hogy a hétvégén Délbánátban vendégszerepel a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház. A Kié ez az ország című történelmi krimi színművet december 13-án pénteken Székely Kevin a művelődési otthonban, 14-én szombaton a Hertelendi falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületben, 15-én vasárnap pedig Zicsi falván a moziteremben a Vojvode Putnika utca 58-as szám alatt nézheti meg az érdeklődő közönség. Az előadások mindenütt este 7 órakor kezdődnek. Értesítjük nézőinket, hogy a Pancsovai Regionális Rádiós Televízió adását a Supernova 38-as, az IPTV 142-es, az SBB D3 platform 370-es és az Orion Telekom 616-os csatornáin közvetítik. Kedves nézőink, új műsorral remélhetőleg egy hét múlva jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!